Jó estét kívánok! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Az Ervinek, a Tihamérok és a Máriák is a névnapjukat ünneplik a mai napon. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Vajdaságba látogat holnap Orbán Viktor magyar miniszterelnök. 11 millió eurós hitelt vesz fel Szabadka, a városi képviselőtestület mai döntése értelmében több mint duplájára nő az önkormányzat adóssága. Forint erősödést, állampapírpiaci hozamcsökkenést és részvénypiaci rallit hozott az Európai Bizottság szerdai bejelentése, miszerint készen áll az IMF tárgyalások megkezdésére egy elővigyázatossági hitelkeretről. Május 5-től 13-áig rendezik meg a Születés hete, vagyis a Családdá válás ünnepe program sorozatot Szabadkán. Ma folytatódtak az útblokádok Vajdaságban és Szerbiában, és 5 óra körül úgy nézett ki, előrelépés történet a megegyezés felé vezető úton. A délutáni órákban Dusan Petrović mezőgazdasági miniszter kijelentette, fogadja a mezőgazdasági termelőket. A gazdák időben megjelentek Belgrádban, a miniszter azonban egy óra várakozás után sem fogadta őket. Ezek után a termelők úgy döntöttek, folytatják a sztrájkot. Az autósok útlezárásokra számíthatnak Vajdaság szerte és Közép-Szerbiában is. Eddig 45 percenként engedték át a közlekedőket, holnaptól azonban radikálisabban lépnek majd fel. Hogy pontosan mire számíthatunk, Miroslav Ivković nem részletezte. Pancsovánál kritikus a helyzet, több száz traktor gyűlt össze, Szabadkát is teljesen körbezárták a gazdák. A mezőgazdasági termelők folytatják az útlezárásokat Vajdaság szerte és Közép-Szerbiában. A gazdák korábban április 24-ig hagytak időt a kormánynak arra, hogy visszavonja a termelés támogatásában beállt változásokat tartalmazó döntéseit. Vagyis az átadott termény mennyisége helyett újra a földterület nagysága alapján határozza meg az állami támogatás mértékét. Dusan Petrović mezőgazdasági miniszter a délelőtt folyamán még úgy nyilatkozott, lehetetlen a rendeleteket megszüntetni. Ljudi koji su uzeli regresirano gorivo, ponovit ću još jednom, to je 250.000 poljoprivrednih gazdinstava. Morali to gorivo da vrate ili da vrate novac zbog toga što su imali priliku da gorivo uzmu po 65 dinara, a mislim da je opšte poznato da gorivo košta 141 dinar u redovnoj prodaji. A gazdák folytatják az útlezárásokat, amíg Belgrád nem hajlandó változtatni a politikáján. Vajdaság több települését, köztük Szabadkát is körbezárták. Pancsovánál kritikus a helyzet. Miroslav Ivkovićot, a tiltakozó gazdák szervezőbizottságának tagját telefonon sikerült elérnünk. A helyszínen kaotikus állapotok uralkodnak. Ništa se dobro ne može reći. Svašta se dešava, problema, veliki pritisak na ljude, na poljoprivrednike, ogroman pritisak, potpuno je obustavljen saobraćaj, znači nikakvu kontakta Pančevo nema sa Beogradom. Stábunk a Bajmok felé vezető úton, a Tavankuti levezetőnél futott bele a gazdák útlezárásába. A hangulat nem túl kedvező. A miniszter reggeli kijelentését nem tartják korrektnek. De szerintem egy kicsikét lehetetlen dolog vissza adni vagy fizetni, de hát ezt szerintem úgy kell megoldani, hogy levonni azt, amit szóval aki fölvette az üzemanyagot, vagy azt az előlegét, akkor azt levonni abból az összegből. Az autósok és a gazdák között néha viták alakulnak ki. A gazdák 45 percenként engedik át a közlekedőket, de a várakozás mindenki türelmét igénybe veszi. A blokkádok addig maradnak, míg írásos formában nincs megegyezés. Közügyek című műsorunk vendége volt a gazdatüntetésekkel kapcsolatban Pásztor István, a VMS elnöke, tartományi gazdasági titkár. Azt gondolom, hogyha megoldást keresett volna a miniszter, és hogyha megoldást akart volna találni, akkor a elmúlt egy hónapban, vagy az azt megelőző pár hónapban biztos, hogy lehetett volna megoldást találni. Én ott voltam tavaly júliusban azon a beszélgetésen, amikor a taratás előtt a gazdák eltorlaszolták az utat a tavalyi évi támogatás apropóján, akkor olyan megállapodás született, hogy az idei vonatkozásában tavaly szeptember végéig a miniszter leül a gazdák képviselőivel, és megállapodnak az idei évi támogatási rendszerről. De sajnos elmaradt.
folytatott a Vajdasági Magyar Szövetség olyan megbeszéléseket a káragazda szervezetekkel most, akár pedig az illetékes politikusokkal, amelyek megoldási lehetőséget jelenthettek volna? Én gazdaszervezetekkel nem folytattam beszélgetést, mert a gazdaszervezeteket szétverték. Ez egy előző fázisban történt, meg egy 2-3 hónappal ezelőtt. Ami az egyéb tárgyalásokat illeti, én beszéltem a Bojan Pajticsal, aki a vajdasági kormánynak az elnöke, illetve hát más demokrata párti vezetőkkel, fölajánlva a közvetítési segítségemet, illetve rámutatva arra, hogy ez egy kezelhetetlen helyzet. De azt látom, hogy ők ebben az erőfeszítésben nem partnerok, legalábbis eddig nem voltak azok. Orbán Viktor magyar miniszterelnök holnap, április 27-én Vajdaságba látogat. A magyar kormányfő részt vesz a Vajdasági Magyar Szövetség választási kampányában. A miniszterelnök a VMS vezetőinek kíséretében körutat tesz a tartományban, Szabadkától Topolyán át Újvidékig. Orbán Viktor legutóbb, tavaly júniusban járt erre, akkor hivatalos látogatást tett Belgrádban. Szabadka város 11 millió eurós hitelt vesz fel, ezt szavazta meg a demokrata párti többség a városi képviselőtestület mai ülésén. Többen úgy vélik, a város csődbe jut a felhalmozott adósságok miatt. A 11 millió eurós hosszú távú kölcsönt az Európai Fejlesztési Banktól kapja a város. Az összeget Szabadka vízvezeték hálózatának fejlesztésére fordítják. Sasa Vucinic Szabadka polgármestere elmondta, a hitelfelvételt nem befolyásolja, hogy néhány nap múlva választások lesznek. A hitelt most kell felvenni, a hitelfeltételek később nem lennének ennyire kedvezőek. Svako kašnjenje i ulazak u razgovore sa novom vladom znači da ćemo izgubiti ove uslove, da će nova vlada biti prilično limitirana od strane MMF-a. U odnosu na deficite koje će dobiti kao neki zadat. A VMS felháborítónak tartja, hogy a város közvetlenül a választások előtt vesz fel ekkora kölcsönt. A demokrata párt nem nyújtott pontos betekintést abba, hogy mire költi a 11 millió eurót, és abba sem, hogy miből fizetik majd vissza a tartozást. Ezzel a hitellel együtt több mint 2 milliárd dinára tehető Szabadka adósága. A felhalmozott tartozások miatt csődbe mehet a város, mondja Maglai Jenő, a VMS polgármester jelöltje. Ezért elfogadatlan az, hogy a mandátum lejárt előtt pár nappal hoz a hatalmi többség egy ilyen felelősségteljes döntést, amelynek súlyos következményei lehetnek nem csak az elkövetkező 1-2 évre, hanem az elkövetkező 10 pár évre is. Másodszorban abban az anyagban, amelyet megkaptunk, arra nincsenek lefektetve a világos paraméterek annak a függvényében, hogy hogyan lesz ez a kölcsön visszafizetve, miből lesz ez visszafizetve. A VMS és a Szerb Haladó Párt azt is nehezményezi, hogy a demokrata párt nem nyújtott be zárszámadást az előző évről. Gojko Radića, a Szerb Haladó Párt elnöke a szavazást követően elhagyta a termet, telefonon írtük utol. Nemamo ovaj nimalo povjerenja u njihova obećanja. Tako da mislim da to zaduženje građana ne vjerujem da treba u tolikoj mjeri i da je to stvarnost, nego je to jednostavno. A VKT ülésén elfogadták, hogy a Zombori Gordon Kft. Számára térítésmentesen átadnak egy építési telket a kisbajmoki ipari zónában. A dr. Bodrogvári Ferenc díjról is döntöttek. A többség elfogadta, hogy Leá Vidákovics képzőművésznek és Maja Rákotyevics szobrásznak adják idén a díjat. A VMS szerint az, hogy magyar alkotó nem került a díjazottak közé, a város kultúrpolitikájának megszégyenítése. Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke vendégül látta az Isztria megyei küldöttséget. Ellátogattak a Bács-Feketehegyi Lódi pincészetbe, ahol megtekintették a borászatban használatos eszközöket, valamint megkóstolták a területi jellegzetes borait. A küldöttség tagja Horiano Ottocsán Isztria megye nemzetközi kapcsolatokkal és EU integrációs kérdésekkel megbízott osztályvezetője elmondta, hogy Vajdaság és Isztria 2001 óta tartó kapcsolatai a politikán kívül a művelődés, a kultúra és az idegenforgalom területére is kiterjednek. Új üzemmel bővült a Tatra Vagonka Bratstvo szabadkai vagongyára, a vállalat egy új kompresszorállomást kapott. Az új részleget Sasa Vucinic Szabadka polgármestere és Alexej Bejajev, a cég igazgató bizottságának elnöke nyitotta meg. A szabadkai vagongyár évekkel ezelőtt komoly gondokkal küzdött. A szlovák befektetők megérkezése óta azonban lényegesen javult a helyzet. Onde gde zaustavite propadanje jedne firme, gde dođe do pravog kupca, gde pravi kupac koji iz branše kupi firmu, vi zapravo
također dovodite jednu novu investiciju, jer to je bila jedna početna zaustavna tačka i ova firma kreće na gore kroz nove investicije. Alekszej Bejejev, a cég igazgatóbizottságának elnöke elmondta, a gyár megvásárlásakor kötelezettséget fogadtak, hogy megtartják a munkásokat, rendszeresen fizetik a béreket és új befektetéseket végeznek. Mint mondták, az elmúlt évben minden elvárásnak eleget tettek. Nikdy u nás vyplaty nemeškali a zároveň sme sa vtedy zaviazali aj investovať do fabriky. Idén további befektetéseket terveznek, egyebek mellett új festőüzemet nyitnak majd. A beruházás értéke mintegy 2 millió euró. Szerb nyelven is bemutatta választási programját Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, köztársasági elnök jelöltje. Az újvidéki bemutatkozón Pásztor ismertette választási programjának a részleteit és elmondta, hogy ez nem csupán a magyarok programja. Azt gondolom, hogy az a program, amit mi Vajdaságért egy normális Szerbiában címszó alatt fogalmaztunk meg, az egy versenyképes program. Az nem egy magyar program, az egy magyar párt által megfogalmazott program, amelyik úgy gondolom, hogy versenyképes és mindenki számára elfogadható lehet. Pásztor felszólalásában kiemelte, hogy az elnökválasztások második körében Boris Tadicot fogja támogatni, de csak akkor, ha sikerül vele megegyezni a Vajdaság autonómiáját érintő kérdésekben. Emellett fontosnak tartja, hogy Vajdaság tartós pénzeléséről is megállapodás szülessen, mert, mint elmondta, az elmúlt 4 éves időszakban a köztársaság 62 milliárd dinárt vont meg a tartománytól. Amennyiben nem sikerül közös nevezőre jutni Tadicjal, az egy nagy visszalépést jelentene, szögezte le Pásztor. A VMS elnöke több mint 100 000 szavazatra számít. Ezzel biztosítva lenne a 6 hely a köztársasági parlamentben, mintegy 14 hely a tartományi képviselőházban, illetve a párt 7-8 önkormányzatban megerősítené a pozícióját. Pásztor elmondta még, hogy ő az egyetlen vajdasági elnök jelölt, amire kimondottan büszke, amint kihangsúlyozta, hogy a választások után minden kérdésről nyíltan kell tárgyalni, mint amilyen például Szerbia esetleges NATO-tagsága. A program ismertetőn jelen volt Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke is, aki nyilatkozatában kiemelte, hogy a VMS a legkomolyabb vajdasági párttá nőtte ki magát. A Vajdasági Magyar Szövetség elvszerűen politizál, és az mellett, hogy a Vajdasági Magyar Nemzeti Közösségnek a képviselete a legfontosabb számára, ugyanilyen fontossággal bír a regionális, vagyis vajdasági érdek. Azt szeretném ezzel kifejezni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, mint érdekvédelmi magyar kisebbségvédelmi és kisebbségi szeret mellett a legkomolyabb vajdasági pártá szervezetté nőtte ki magát. Van mivel dicsekednie a demokrata pártnak, hidakat épít, intézményeket emel, hangzott el a Választása jobb életért Boris Tadic nevű pártkoalíció kampányrendezvényén tegnap a Szabadkai Városi Sportcsarnokban. Szabadka a legjobb példája ennek, sorra nyílnak az új vállalatok és újabb munkahelyek létesülnek, állítják a DP jelöltjei. Szabadkán volt a legtöbb befektetés az utóbbi években az egész országot tekintve, hangzott el a Demokrata Párt szabadkai konvencióján. A DP egész Vajdaság fejlődéséért száll síkra. Listonako, kako čuvamo i razvijamo Suboticu, kako čuvamo i razvijamo Beograd, kako čuvamo i razvijamo Vojvodinu, moramo čuvati i Srbiju. A szabadkai rendezvényen megjelent Belgrád főpolgármestere is. Dragan Gyilas kiemelte, a főváros mellett Vajdaság az egyik húzó ereje Szerbiának. Ovaj náš voz, kao i neki vozovi u filmovima, ima dve lokomotive. Jedna vuče, to je Beograd, druga gura, to je Vojvodina. I to mislim da je danas svima jasno koji žive u Srbiji. Mi moramo da u celoj Srbiji uradimo ono što smo uradili u Beogradu i Vojvodini i još u nekim gradovima. A környezetvédelmi miniszter Orbán Viktor holnapi látogatásáról is beszélt felszólalásában. Super je što dolazi Viktor Orbán da vas podrži. Dobrodošao u Suboticu. Ali se pitamo koliko će investitora da dovede u Suboticu. Koliko će se radnih mesta otvoriti zbog toga što je Viktor Orbán došao u Suboticu. Nas to zanima, da se otvore nova radna mesta. A Demokrata Párt ígéretei szerint a következő néhány évben befejezik a Népszínház építését, és egy európai szintű kultúrintézményt emelnek Szabadkán. Zene.
Az Északbácskai körzetben 7 közmunkaprojekt valósulhat meg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jóvoltából. Ennek keretében 112 fogyatékkal élőt tudnak alkalmazni a támogatott vállalatok. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Szabadkai Fiúk Intézetének igazgatója a Palicsi Állatkert előadó termében osztotta ki a közmunkaprogram szerződéseit, amelyek a fogyatékkal élők elhelyezkedését segítik. Odobreno je 7 projekata, a ono što radi je vrednost projekata je gotovo dvostruko vreće odnosno na prethodnu godinu. Ove godine naime vrednost je 22 miliona 500 hiljada dinara, a ono što je svakom slučaju najvažnija informacija jeste da će 112 nezaposlenih Subotičana, ali isto tako i osoba s invaliditetom sa teritorije Bačke Topole i Malog Iđoša na ovaj način doći do posla. A közmunkaprogram szerződéseit 7 vállalat vehette át. A Kisegyesi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület elnöke Pap Julianna elmondta, a projekt által a fogyatékkal élők is teljes életet élhetnek. A két olyan szeméről van szó, aki már volt egy pályázatunkban, és megállt a helyét, sőt, mint mondhatom, hogy néha jobban, mint amikor nincsen sérülés. A program a szerződés aláírását követően 10 napon belül kezdődik, és 5 hónapig tart. A Magyar Kanizsai Gerontológiai Központ 3 szemét alkalmazhat a Tartományi Foglalkoztatási Titkárság pályázatán megnyert közmunkaprogram keretében. Ennek apropóján ma az intézményben látogatott Miroslav Bashin, illetékes tartományi titkár. A Gerontológiai Központba látogató Miroslav Bashin a közmunka fontosságáról beszélt, amelybe tavaly és az idén a Magyar Kanizsai Központ is bekapcsolódott. Danas dolazimo da posetimo ovaj gerontološki centar s obzirom da on snažno primenjuje sve ono što mi molimo i tražimo od naših gerontoloških centara, to je da se obezbede starim ljudima humani uslovi sprovođenja i života u tom njihovom trećem dobu, zatim da se što više realizuje javnih radova pomoću koji bi pružali uslugu i pokazali onim sugrađanima koji nisu u centru, ali kojima je potrebna pomoć i nega da nisu zaboravljeni. A Magyar Kanizsai Intézmény tavaly vett részt először a titkárság közmunka pályázatán. Tudtuk meg Vladimir Hajder igazgatótól. Tada smo imali ukupno 7 izvršilaca i u toku 6 mjeseci naši ljudi su preko 200 ljudi pružali negu, svakodnevno ih obilazili. U toku ove godine također smo u okviru javnih radova dobili 3 izvršioca. A Magyar Kanizsai Gerontológiai Központ közmunkában alkalmazott fiatal munkatársai nem csak az idősek felügyeletét és gondozását látják el, hanem szükség szerint kisebb szolgáltatásokat is nyújtanak nekik a bevásárlástól a receptek kiváltásáig. Forint erősödést, állampapírpiaci hozamcsökkenést és részvénypiaci rallit hozott az Európai Bizottság szerdai bejelentése, miszerint készen áll a tárgyalások megkezdésére egy elővigyázatossági hitelkeretről. Az IMF EU hitelkeret nagysága a tárgyalásokon dől majd el, ugyanakkor Magyarország még a megállapodás előtt kiléphet a nemzetközi kötvénypiacra. Felegi Tamás tárca nélküli miniszter közölte, a tárgyalások időtartamát még nem lehet meghatározni, a hitelkeret nagyságáról is a tárgyalóasztalnál kell dönteni. Hozzátette, egy ilyen tárgyalás normálisan is több hétig szokott tartani, ám a jelenlegi nemzetközi pénzügyi helyzetben a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe. Május 5-től 13-áig rendezik meg a születéshete, vagyis a családdá válás ünnepe programsorozatot Szabadkán. Rengeteg programmal több helyszínen várják az érdeklődőket. Magyarországon már 10 éve szervezik meg a születéshete programsorozatot, amely az egész országra kiterjed. Szabadkán májusban első ízben rendezik meg. Az esemény felhívja a figyelmet a várandóság előtti és utáni időszakra, valamint a kisgyermekkori esetleges nehézségekre. Ritz Dents Tünde, az Antroposz Mentál Higiéne Egyesület elnöke elmondta, sok olyan újdonságra lehet számítani, ami Szerbiában még nem közismert. Ilyen a csecsemőmasszázs, a hordozókendő használata és az összehang. Ezek olyan programjaink, amik már a megszületett babákra vonatkoznak, ilyen lesz a babamasszázs, vagy pedig a kendő kötöző tanfolyam, ahol a anyukák megtapasztalhatják, hogy milyen érzés hordozni a babájukat kendőbe kötve. Ezen kívül kitérünk egy kicsit a babaápolásra, ennek is egy picit az alternatívabb részéletet, hogy az aromaterápiának milyen szerepe lehet és van a babaápolásban. A születés hetét Szabadka több pontján szervezik.
szervezik meg a Népkörben, az Expecto Mentál Higiéne Alapítványban, valamint a Kosztolányi Dezső Színházban. A rendezvény ingyenes, a programokra még lehet jelentkezni. A részletek a www.születéshete.hu honlapon találhatóak meg. Az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola fennállásának 57. évfordulóját ünnepelte. Irodalmi összeállítással, illetve zenés-táncos műsorral emlékeztek meg híres költőnkről az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. Az iskolanapot tulajdonképpen minden évben március 27-én ünnepeljük. Az a sajnálatos gázfeltörés miatt azonban el kellett halasztanunk, úgyhogy ma pótoljuk. Petőfi Sándorra emlékezünk meg, a Petőfi iskolára, annak 57. születésnapjára. Nem kerek évforduló, de mint minden évforduló ünnepséget tartalmaz, ünnepi hangulatot adtunk el napnak, és megemlékezünk az itt dolgozó kollégákról, a valamikor itt dolgozókról, és a sajnos már az égigazgató elszólított kollégákhoz. A műsorban részt vettek alsó és felső tagozatos csoportok is egyaránt. Hát szerintem az iskolanap az szerintem egy jó nap, azért mert ugyanúgy föllépünk, táncolunk, mulatunk, énekelünk, szavalunk. Most is hallom a dalt, elhangzott bár, cserebogár. Az ünnepség programját a közönsége nagy figyelemmel és érdeklődéssel követte. A fellépőket vastapssal jutalmazták. A választási kampány keretében szerdán este Újvidékre érkezett a Vajdasági Magyar Szövetség kampánybusza, amely a Zöld Parti buli sorozat keretében bejárja egész Vajdaságot. A buszt, melyel 17-en érkeztek, a Fórumház épülete előtt az újvidéki fiatalok várták. Ez a hangnem, amiben megszólítottuk ezzel a bulisorozattal, ez egy tökéletes megoldás volt, mert voltak olyan helyek, ahol más helyiségekből az előző bulikról kísértek bennünket a fiatalok. Egy olyan mozgalmat indítottunk el, főleg Bánátban, mert eddig Bánátban voltunk, ami eddig azt mondom, hogy nem tapasztalható volt. A Zöld Partinak nevezett buli az Újvidéki Színház művészklubjában folytatódott. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a fiatalokat fiatalok szólítják meg, és ők nem csak partikat szerveznek, tehát nem csak bulisztatják a településnek a lakosságát, hanem ők tájékoztatják is őket a VMS-nek a programjáról. Amint azt Urbán Viola szervező nyilatkozatában elmondta, a busz április 12-én indult Szabadkáról, és 22 nap alatt 116 települést jár be. Az a lényege igazából, hogy a 18 és 22 éves korosztályt szólítsuk meg, és nem úgy, hogy hívunk egy politikust, hogy akkor mondja el a pártnak a programját, hanem igyekszünk azt adni és hozni a fiataloknak a településükre, amire valójában szükségük van az esti kikapcsolódásra, a bulira. Az akció legfontosabb célja, ahogy a szervezők is elmondták, megmozgatni a fiatal korosztályt, akik a hajnali órákig szórakoztak a tegnap esti Zöld Partin, melynek megközelítőleg 250 résztvevője volt. Kommunális, infrastruktúrális, közbiztonsági és köztisztasági problémák, ezek jellemzik a Kertváros helyi közösséget. A lakosok szerint Kertvárost az elmúlt 20 évben nem fejlesztették előképpen. Ami minket konkrétan mondjuk rá zavar, az a köztisztaság. Előttünk van két szeméttároló, ami az egyik az, hát mondjuk rá, hogy jó, a másik, a régi, annak se födele, se alja. Na most az van, hogy ahol én lakom, ottan tényleg sok apró gyerek van. Ahol kanalizációs lefolyás van. Hát nem tudom, az út megvan, nincs útszegély persze, kanalizáció az ott van, fű kinől erre-arra, vagy pedig ha nagyon nagy eső esik, akkor esetleg átfolyik, na akkor telemén törmellékke. Akadt tehát probléma Szabadkán a Kertváros helyi közösségben. Az emberek szerint lakóhelyükön sok a közveszélyes út, a játszóterek sem megfelelőek. A legfontosabbak a kommunális problémák, attól függetlenül, hogy most elég sok utca le lett aszfaltozva, de sok helyen nincs vízvezeték és szennyvíz
kanalizáció sincs. Bajmocska utcával kapcsolatos dolgoknak a kérdés, illetve Bajmocska utcának az aszfaltozása és az infrastruktúrális kiépítése, ezen kívül pedig az Antónás kertjének a meghosszabbítása, rendezése, a kisjátítások, a megnyitás az utcáknak, egy kis része még kertvárosnak urbanisztikailag, illetve infrastruktúrálisan nincsen lefedve. A fórumon a VMS terveiről is szó esett. Újhelyi Ákos, a VMS tartományi listavezetője elmondta, a párt következő 4 évre vonatkozó első javaslatai között szerepel a vajdaság pénzeléséről szóló törvény. Erre azért van szükség, mert a 7%, ami az alkotmányban garantálja a vajdaságnak jutó pénzeket, eddig soha nem lett betartva, megtartva. A politikusok elmondták, a Vajdasági Magyar Szövetség a következő években is törekedni fog a hitelességre, ami már eddig is jellemezte. A szabadkai zorkahelyi közösségben azt hangsúlyozták, nem másokkal, hanem önmagukkal hasonlítják össze az elért eredményeiket és választási programjukat. A lakossági fórumon hangoztatták, továbbra is a hitelességre törekszenek, azonban az elmúlt 4 évben nagy változásokon estek keresztül. Idén már tapasztaltabbak, aktív részesei a folyamatoknak, és megtanulták azt is, hogy Belgrádban hogyan kell az érdekeiket érvényesíteni. Talán a legnagyobb különbség az a hitelesség. És most nem arról beszélek, vagy nem azt értem ez alatt, hogy 4 évvel ezelőtt ne gondoltuk volna komolyan azt, amit a választási programunkban megfogalmaztunk, hanem arra gondolok, hogy az elmúlt 4 év csatái, nagyon sok esetben nyertes csatái, néhány esetben vesztes csatái, azok egy plusz hitelességet kölcsönöznek a mi programunknak. Zorka helyi közösségben a legégetőbb problémát egyértelműen az utak állapota jelenti. Na, gondolom, hogy ebben a helyi is, ahol most vagyunk, elég fomorú a tekintetből, hogy úgy látom, hogy elég sok ember megfordul itt, de viszont még mindig nincsen kiaszfaltozva például az utca, és nagyon sok olyan kültéri terület van Szabadkán, ahol sajnos bizony még a, ahogy a régi népi mondás is mondja, az emberek a Sáros utcában közlekednek. Dévavári elmondta, az emberek a megélhetésüket tekintik a legnagyobb problémának. Ez azonban nem egy önkormányzaton múlik. Ehhez egy normális állami gondolkodás és működő tőke kellene. A Szolidaritás Polgárok csoportja a munkanélküliekért, a falufejlesztésért és a magánosításért száll harcba a választási programjában. Mai szabadkai sajtótájékoztatójukon ismertették 23 jelöltjüket is. A sajtótájékoztatón ott volt Vanya Dragojlovics, a Szolidaritás Polgárok csoportjának elnöke, valamint Rákit Ladislav és Olajos Nagy Miklós önkormányzati jelöltek. Programjukban arra törekednek, hogy minél több munkahelyet nyissanak Szabadkán, és ezzel együtt megállítsák, illetve felülvizsgáltassák a magánosítási folyamatokat. Sikra szállunk a tönkretett vállalatok helyretételéért, mert ezek új munkahelyet jelentenek. Az, amit most az emberek olvasnak, hogy 7000 munkahely lesz teremtve 2012 és 16 között, az nem elég. 20 ezer ember van munkanélkül Szabadkán, tehát ezeket a vállalatokat, amelyek a piacon megbírnak maradni, ezeket meg kell menteni. A Szolidaritás Polgárok csoportja 23 jelöltet indít a május 6-ai önkormányzati választáson, közülük 9 nő. A párt tagjai elmondták, azt szeretnék elérni, hogy minél több képviselőjük jusson be a városi képviselőtestületbe. Több mint 2 évvel kizárások után álltak ismét a nyilvánosság elé a Vajdasági Magyar Szövetség volt tagjai. Karai László és Weller Árpád mai sajtótájékoztatójukon bejelentették, a Demokrata Pártot támogatják az előttünk álló választásokon. Karai László és Weller Árpád is maradt a posztján, amikor 2 évvel ezelőtt a VMS-t kiszorították a szabadkai hatalomból. A politikusok akkor nem voltak hajlandók megválni funkciójuktól, ezért a Demokrata Párttal együttműködve folytatták tevékenységüket. Karai László most a DP listáján szerepel. A Szabadkai Városi Tanács gazdasági megbízottja szerint a Demokrata Párt programja a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a város fejlődni tudjon. Úgy gondolom, hogy a Demokrata Pártnak van egy olyan programja, ami tulajdonképpen mind biztosítja azokat a fontos polgári érdekeket, amelyeken keresztül fejlődés lehet elérni. Sveller Árpád, a Szabadkai Városi Képviselőtestület titkára 14 évig volt VMS tag. Azért lépett be a Demokrata Pártba, mert a VMS-szel ellentétben a DP munkahelyet garantált neki.
a Pannon TV-ben, a közügyekben a Maglay úr felszólalása, hogy azok, akik nem hagyták el az önkormányzatok, azok a sorsukkal és egzisztenciájukkal játszottak. A Vajdasági Magyar Szövetség volt tagjai felháborodásuknak adtak hangot, amiért a VMS kizárta őket a tagságából. Majd hangsúlyozták, a két párt programja szinte megegyezik, és ők jobban tudják képviselni a magyarság érdekeit a DP-ben. Pásztor János a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége tartományi egyéni képviselőjelöltje. A név megtévesztésként hatott ugyanabban a választási körzetben, ahol Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is indul a május 6-ai választásokon, áll a Vajdasági Magyar Szövetség szerkesztőségünkbe eljutatott közleményében. A VMS azt is nehezményezi, hogy Pásztor János 2011-ben a helyi közösségi választásokon még a Demokrata Párt színeiben indult, most viszont a VMDK egyéni képviselőjelöltje. Híradónk végén nézzük a nap főbb eseményeit még egyszer egy-egy mondatban. Vajdaságba látogat holnap Orbán Viktor magyar miniszterelnök. 11 millió eurós hitelt vesz fel Szabadka, a városi képviselőtestület mai döntése értelmében több mint duplájára nő az önkormányzat adóssága. Forint erősödést, állampapírpiaci hozamcsökkenést és részvénypiaci rallit hozott az Európai Bizottság szerdai bejelentése, miszerint készen áll az IMF tárgyalások megkezdésére egy elővigyázatossági hitelkeretről. Május 5-től 13-áig rendezik meg a Születés hete, vagyis a Családdá válás ünnepe program sorozatot Szabadkán. Holnap 17 órától a Pannon Gazdában foglalkozunk a gazdatüntetésekkel. A közügyekben és hírműsorainkban foglalkozunk Orbán Viktor magyar miniszterelnök vajdasági látogatásával. Ha lemaradtak híreinkről, látogassanak el a www.pannonrtv.com oldalra, ahol élőben kísérhetik műsorainkat. Hallgassák rádióműsorunkat is a 91,5 MHz-en. A viszontlátásra!